Általános és önkormányzati választásokat tartanak egy időben Grönlandon április 6-án. Kim Kielsen miniszterelnök koalíciós kormányának felbomlását, és így az előrehozott választásokat a bányászattal kapcsolatos viták idézték elő. A grönlandi Kuannersui egy ásványlelőhely, amely állítólag a világ második legnagyobb ritka földfémoxid lelőhelye, és a hatodik legnagyobb uránlelőhely. Az éghajlatváltozás és a jégolvadás miatt sokan úgy vélik, hogy a hatalmas nyersanyagkészletekhez könnyebb lesz hozzáférni. A helyi egyetem által készített közvéleménykutatás szerint az ellenzéki Inuit Ataqatigiit, vagyis a Közösség az emberekért párt a legesélyesebb a győzelemre. Ha ez beigazolódik, mint ahogy azt a parlamenti képviselőjük ki is fejti, akkor a bányászat kérdése lekerül a napirendről. Ha a Közösség az emberekért nyeri a választást, akkor bezárjuk a Kuannersui projektet. Véleményem szerint Grönland akkor válhat függetlenné, ha az élelmiszerfeldolgozást helyben tudjuk megoldani, mondja a parlamenti képviselő. A bányaiparnak még zöld utat kell kapnia a helyi és a nemzeti hatóságoktól, de az eddigi nagyobb kormánypárt elnöke szerint a bányászatnak óriási jelentősége lenne a grönlandi gazdaság fejlődése szempontjából a bevételek diverzifikálásában. Az a célunk a pártban, hogy elindulhasson a bányászat Grönlandon, ez gazdasági és bevételnövekedést is jelentene. Jelenleg a legfőbb jövedelemforrásunk egyedül a halászat, mondja a pártvezetője. Grönland hosszú távú politikai céljai a fenntartható és önálló gazdaság, illetve a világgazdasági integráció. Egy országban, ahol a klímaválság nem csak a tájképet változtatja meg, de az emberek tradicionális életvitelét is, a bányászat mindig heves vitákat fog kiváltani.